Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó megint egy tag videó lesz. Nem szeretek egyébként ilyen sokszor tag videót csinálni egymás után, csak most így jött ki, mert általában szoktam így néha videót, taget csinálni. Csak most pont így egyszer sokszor lettem kihívva egymás után, és valamelyik, na mindig mire megvan egy tag, addigra lesz még egy tag, és így mindegy, úgyhogy most emiatt van ilyen sűrűn booktag a csatornán. Valamint ezt a taget nem nagyon tudom későbbre tolni jelen pillanatban, mivel ez egy halloweeni tag, és két héttel korábban veszem fel kb. Mint ahogy ez kimegy, szóval elvileg pont aznap lesz október 31, amikor ez a videó ki fog menni, mert így alakult. Na igen, szóval megint egy tag videó, mégpedig az őszi Halloween váró tag lesz a mai téma. Igazából ez egy rövid kis tag, úgyhogy nem akarom túl sokáig húzni. Igen, és erre a tagre igazából kétszer is kilettem hívva, úgyhogy azért is vagyok vele, úgyhogy hát akkor most már muszáj megcsinálni. Egyszer kihívott Edmond az Edmond könyvkuckója csatornáról, illetőleg Mojon olvasó Bari is kihívott, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a kihívást, mindenki lent lesz a leírásba belinkelve, és Edmond videóját is belinkelem lentre. Jó, és hát mivel hogy ez pont elvileg 31-én fog kimenni, nem annyira Halloween várás lesz, mint ahogy ez lenne, de Halloween így is, úgyhogy most ez így fog kijönni, úgyhogy így lesz. Na de nézzük akkor magát a teget. Az első kérdés, egy boszorkányosan jó fantasy. Gyanítom jól, hogy ilyen Halloween-i a téma így, és a kérdések is úgy vannak megfogalmazva, valahogy egy olyan fantasyt próbáltam keresni, amiben vannak boszorkányok. Ami egy elég egyértelmű döntés volt, mert hát melyik az a fantasy, amit sokan szeretnek, én is szeretem, és vannak benne boszorkányok? A Harry Potter. És egyébként ez teljesen jó halloweeni hangulatot is tud adni, főleg, hogy vannak benne, ebben pont van halloweeni rész is. Meg úgy az összesben szokott lenni valamennyire. Troll lent a pincében. A második kérdés egy tökös főhős. Egy idei olvasmányom, amit nagyon szerettem, és egy női szereplőről lesz szó, mégpedig Liráról a To Kill a Kingdomból. Ugyanis nekem nagyon bejött az ő karaktere, és ő nagyon egy badass női karakter volt, úgyhogy teljes mértékben ráillik. Harmadik kérdés, egy félelmetesen humoros könyv. Nem annyira félelmetes, viszont nagyon-nagyon humoros volt, mert alapjáraton nem olvasok ijesztő könyveket nagyon. Na igen, szóval ide Jodie Taylortól mondom a Semmi lányt, mert ezen a könyvön nagyon sokat nevettem. Már félelmetesen sokat akár mondhatjuk így is, mert tényleg nagyon sokszor hangosan fölnevettem, teljesen random poénokon is, szóval nagyon kellett a kis lelki világomnak, amikor épp ezt olvastam. És azt hiszem, ezt már nagyon sokszor elmondtam egyébként. A következő egy színes egyéniség, avagy minél több szín a borítón. Maga a könyv igazából nem tetszett, de ez volt a legszínesebb könyv, amit tudtam találni elvileg a házban, mégpedig az Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni. Látható, hogy nagyon sok szín van rajta, szóval tele van. Van kék, van zöld, van piros, meg azon belül minden árnyalat, úgyhogy ez egy jó színes borító. Ötödik kérdés, egy jelmezes szereplő. Na most ez kicsit spoileres lesz, ha valaki nem olvasta volna a könyvet, mert a könyv, amiből választottam, az a Hamis Herceg, és akkor spoiler, Sage-et mondom ide, mint jellemezes szereplőt, mert hogyha valaki végigolvasta a könyvet, vagy legalább elkezdte és sejti, hogy mi fog történni, akkor igen, tehát hogyha valaki úgymond áruhában per jelmezben van ebben a könyvben, akkor az tutira Sage. Mert ugye, tényleg ez most már tényleg a spoiler része, tehát hogy Sage az elveszett herceg, de úgy csinál, mintha nem ő lenne az, szóval így mondhatni áruhába van, mert hát árvának, tényleg árva, de annak is átszázza magát. Na mindegy, értitek? Na, lehet érteni, mit akarok ebből kihozni azért szerintem. Hatodik, egy édes romantikus fangirl. Ez a könyv rettenetesen édes, rettenetesen imádom, és mindenkinek lenyomom kb. Már a torkán, úgy érzem, de tényleg nagyon jó könyv. Ez pont az a fajta romantikus, amit én nagyon-nagyon szeretek, úgyhogy. És Rainbow Rowell-t is nagyon szeretem, és nagyon jó maga a könyv is.
Utolsó, hetedik kérdés, egy sorozat, amit mindenképp be akarsz gyűjteni, vagy már meg is tetted. Nem teljesen tudom, hogy itt konkrétan könyvsorozatra kellett volna gondolni, de én akkor lehet egy kicsit átértelmeztem. Mindegy, én kiadásra gondoltam most itt, mert egy olyan sorozat, ami nem ugye könyv, folytatólagos könyvsorozat, hanem egy féle fajta kiadás sorozat, amit én nagyon beszeretnék gyűjteni, és már félig meddig meg is tettem, az most csak egy könyvet mutatok abból, de van ez a nagyon szép Puffin Children's Classics kiadás a Penguin-es könyvek között, és ez most a Robin Hood pont, amit én mutatok, de egyébként itt van a legfelső polcon a teljes sorozat, tehát tényleg ilyen gyönyörű cloth, mi az? Mindegy, de ilyen tényleg nagyon szép ez az egész kiadás, és ebben klasszikus gyerekkönyvek vannak, és ezt gyűjtögetem én jelen pillanatban, és nagyon szeretném összegyűjteni az összes könyvet, ami ebben a sorozatban egyelőre megjelenik. Nagyon-nagyon szeretném, mert gyönyörű és ilyen szép szivárványos lesz majd a végén, ha mindegyik meg lesz. Már így is egy egész teljes szivárványom van. Szóval ez lett volna ez a kis Halloween váró book tag. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a kihívást, és ha gondoljátok, akkor kommentben ti is töltsétek ki ezt a teget. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!